Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok! Jó napot! Van egy másik ének, ez is nagyon jó lehet látni a klipben. Egész ének az csak arról szól, hogy mi ez Isten igéje. De később lehet azt hallani, mert most fogunk olvasni a Máté második fejezet. És szerintem kezdjük. Az első dolog, amit csinálnunk kell, és mi is fogunk ezt csinálni, mert mi nem készültünk, és akkor most is mi fogunk imádkozunk, és azután olvasunk el a fejezet, jó? És akkor egy másodperc múlva találkozunk, ugye? Igen. De igazán real time, fél óra múlva azt hiszem, vagy 5 perc. És visszajöttünk. Ez érdekes volt, mert az kicsit realistabb, more real ahhoz. Az érdekes a fejezet, nem? Jó hosszú. Jó hosszú, és igen. És miről szól a fejezet? Mi a hangsúly ebben a fejezet? Mi azt látunk, hogy nézd, mi van a 5., 6. versben, a 15. versben, a 17. versben és a 23. versben. Azt hiszem, ott lehet látni. Nézd meg. Az, és ott vagy. Igen, és választ? Igen. Ott van az leírva, az, hogy ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. 23. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Nazaretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Stb. És akkor lehet látni, nem, hogy Máté, aki ért a zsidóknak, ő akar mutatni nekik, hogy tényleg a Jézus az nem csak pák jött a világba hirtelen, hanem ő az volt pontosan, aki a Ezsiás, Jeremiás, a proféták, és mindenki azt mondta, hogy jön. És szerintem az egyik legfontosabb dolog a fejezetben. Érdemes visszanézni az Ószövetségben, hogy honnan jött ez a rész, melyik profitából jött, és megnézni. Én azt mondtam valamikor, hogy az mint egy weblink, hogy lehet klikkezni, és akkor lehet látni az egész fejezet az Ószövetségben, hogy tényleg, hogy miről van szó. Az egy dolog, a másik dolog, amiről beszéltünk most, Zsófi, az mi volt, hogy hát a betlehemi dolog az nem volt túl szép, nem? Hát nem, de az Isten ezen is átsegítette őket, tehát innen is látjuk, hogy Isten a történelemnek az ura, és tényleg. Ugye az ő kiválasztottját így megmenekítette. Ugye ő érdekes, hogy menekült volt Egyiptomban. Mint a mai sok ember tudja, hogy az mit jelent, igen. Jézus is tudta. A másik meg az, hogy ugye már itt az elején zsidók királyának hívják a bölcsek a Jézust. És akkor az most a 4. név, nem? Igen. És akkor van a Krisztus, a zsidók királya, a Jézus és Emmanuel. És akkor csak a másik fejezetben vagyunk, és már sokat tanultunk, hogy ki lesz ez az ember, aki már most jött. És az érdekes, nem, hogy ami történt Betlehemben, az nagyon szomorú, és az általában karácsonykor nem beszélünk arról a dologról, én nem emlékszem túl sok ember, aki prédikált arról a dologról, de nem volt jó mindenkinek, hogy bejött a Jézus a világba. Érdekes, nem? És volt valami más, amit akartunk mondani, nem? Hogy igen, hova mentek a bölcsek? A 7 bölcsek? Hát a király lehet, volt. Lehet, hogy 3, de nem biztos, hogy 3, csak 3 ajándék volt, de ez más témás. Herodes, igen, ez a 11. vers, 11. vers, az hol pontosan? Bementek a házba, akkor az azt jelenti, hogy nem ugyanakkor történt, valószínűleg, ez még a pásztorok, amikor jöttek. Igen, és akkor lehet Jézus kicsit biztos fiatalabb volt, mint 2 éves, de az a lényeg a lényegben. Remélem, hogy jó volt nektek. Szép napot, és egy kis zene, és holnap is fogunk találkozni. Lights and a Hammer. Lehet tanulni angolul is. Na, sziasztok!